Tehát házas volt a tavalyi rendezvény, és várhatóan ebben az esztendőben is zsúfolásig tölti a zeneszerető közönség a Vodafone sportcsarnokot. A Vörösmarty Színház kreatív igazgatója szerint a műsort nézve erre minden remény megvan. Nem tudom, mennyire tudják a fehérváriak, hogy micsoda kincs tetején ülnek, micsoda gazdag az a kórusi zenei élet, ami az ő életterüket folyamatosan körülveszi. Az október 1-jei ünnepi műsorban több mint 600-an szerepelnek majd. A felnőtt és gyermekkórusok több kodályművet szólaltatnak meg, lesz élőzenei kíséret, és a palettáról a néptalok sem hiányoznak. Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára tekintettel az ő műveiből válogattunk, úgyhogy azért színes legyen abból a szempontból, hogy zenekari darab, hogy zenekar kíséretes kórus, és külön a kapella kórusból is népdal feldolgozás vagy kánon. Hagyományosan a zenei világnapon adják át az év kórusa díjakat és az országos dicsérő okleveleket, valamint a város kitüntetését, a Fricsai Richárd zenei díjat is ezen a rendezvényen veheti át az, aki sokat tett Székesfehérvár zenei életének fejlődéséért. Nagyon nehéz dolga volt a közgyűlésnek, hiszen számos nagyon arra érdemes javaslat érkezett. Ez is azt mutatja, hogy a városban egy nagyon komoly zenei élet folyik. A zenevilágnapi ünnepségen ugyanúgy, mint a város gyermek és felnőtt kórusai, színpadra lép mások mellett a Los Andinos és a Tilinkú együttes, valamint az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Tánc együttes is.